Pár jobbikos állásfoglalást szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, nem is olyan régről. Az első úgy hangzik, hogy semmelyik baloldali párttal nem fog össze a Jobbik a jövőben. Ezt még egy gyökegyszerű képpel is megerősítették. Azt írva mellé, hogy egyszer és mindenkorra szeretnénk megválaszolni azt a kérdést, hogy összefog-e a Jobbik a jövőben bármelyik baloldali párttal. És ott virít ezen a képen az, hogy nem. Tehát nem. Azt is mondták, hogy Gyurcsánynál lejjebb csak a pokol van. Jakab Péter is megszólalt, ő azt mondta, hogy szerinte a mazsola, tehát a mazsola megosztja az embereket, és ebben az esetben Gyurcsány Ferenc a mazsola, és ő ki nem állhatja a mazsolát. Nyilván ennél egy fokkal agresszívabb tónusban mondta ezt. Ezt mondták, aztán ez lett belőle. Tudjátok, hogy mi szerepel a Jobbik alapító nyilatkozatában? Az, hogy elsődleges feladatuk, idézem, a kommunista utódpárt és a vele összefort szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból. Felmerült bennünk azért pár kérdés. Először is az, hogy ezek után milyen érzés volt Gyurcsány Ferenc mellett aláírni Gyurcsány paktumát. Az is, hogy hogyan néznek majd a saját szavazóik szemébe, akik azt hihették, hogy egy nemzeti pártot támogatnak. És végül, mit szól ehhez Pongrácz Gergely, az 56-os hős, aki ott volt a Jobbik megalakulásakor? Ez egy nagyon csúnya történet, és ahogy elnézem, lesz ez még csúnyább is. A felelősség Jakab Péteré.